Kivel. Adásunk záró részében megismételjük a hírhét kora esti kiadását, valamint az engem is érint Európai Uniós rövid hírek című műsorunkat. Jó tévézést mindnyájuknak! Estét kívánok, kedves nézőink! Ezt a szignált legutoljára május végén láthatták, akkor a gombamérgezésekről, a gombatoxikológiáról foglalkoztunk, és most folytatjuk ezt a témát. Újra elindul a Gombázunk Együtt sorozatunk, ez az augusztus végi műsor is jelzi, hogy a szeptember az igazán gombaszezon, és reméljük, hogy ehhez az időjárás is kegyes lesz, és valóban fogunk tudni igazi nagy gombázásokról, a Zempléni Gombász Egyesület kirándulásairól is beszámolni, illetve tanulmányútjairól. Köszöntöm a stúdióba dr. Virág István fürdőgyógyszerészt, dr. Nagybozsoki József főorvost és Mihály Attilát, a Zempléni Gombász Egyesület elnökét. Ahogyan említettem, a legutóbb a gombamérgezésekkel, illetve annak toxikológiájával foglalkoztunk, és most folytassuk ismét azt, hogyan is néznek ki a gombamérgezések, és mit is kell mindenről tudni. Hát akkor átveszem a szót. Legutóbb nem tudtunk időt szakítani rá. Összefoglalóan egy rendszert mégiscsak ismerni kell, és a gomba gyűjtőknek, vagy akik ezzel foglalkoznak, annyit mindenképpen ismerni kell, hogy itt a prevencióra kell helyezni a hangsúlyt. Én csokorba szedtem a mérgezéseket, mint toxikológus, hogy mégis miről lenne itt szó. Egyetlen veszélyes gombát ismerek én, a gyilkos galócát. A gyilkos galóca és hát általában a galócák. Nagyon érdekes, hogy ez az Amanita család megjelenésében is szezonális jellegű, a színe sokszor a szürkétől, a zöldtől, a narancs, szóval a barna színezetei megjelenik, tehát rendkívül változatos. Én mindig csodálkoztam azon, hogy lehet ezt összetéveszteni, hiszen a lamellái gyönyörű fehérek, bocskoros gomba, galéria is van, és mégis összetévesztik, és mégis minden évbe szedi az áldozatát. Na most ennek a mérgezésnek az az iszonyatos veszélyes tulajdonsága, hogy a látencia idő nagyon nagy. Azt tudni kell a gomba mérgezéseknél, hogy azok a mérgezések, amelyek fél óra, egy-két órán belül tünetekkel járnak, hasmenés, hányás és egyebek, azok általában nem járnak halálesetekkel, mert ha a szupportív kezelést bevezetjük, folyadékpótlás és hát megfelelő odafigyelés, a vérnyomás, légzés, szóval a szupportív kezelése, azok nem lesznek ilyen fatálisak. Viszont itt a látencia idő az nagyon hosszú. 6-24 órában jelölik meg, és mikor már észlelik, a parenhímás szervek, értem ez alatt a májat, a vesét, már régen tönkrementek. És ami a legszörnyűbb, hogy egyszerűen nincs antidótuma. Mert az emberek azt hiszik, hogy mindennek van ellenszere. Hát, ha megnézik az internetet, itt is anyálják, hogy igen, 48-72 órával már a vese elégtelenség és a máj elégtelenség olyan mérvű, hogy szó szerint elolvasom, nehogy az legyen, hogy itt idéz, hogy rögtönzök, hogy a súlyos esetekben a túlélés egyetlen reményét a májtranszplantáció jelentheti, a betegek korán irányítsuk májtranszplantációs osztályra. Hát kérném szépen, nem akarok itt politikai színezetet adni ennek a toxikológiai bevezetésnek, de hát Amerikában 60 ezer ember vár máját ültetésre. Angliában igaz, rutinszerűen végzik, például a paracetamol mérgezésnél volt olyan név, hogy 300 máját ültetést végeztek. Nézem a magyar statisztikát, a Semmelweis Orvos Tudományi Egyetem 5 év alatt 81 transzplantációt végzett. Hát itt tudni kell ahhoz majd Nagybozsoki Soros is megerősít abban, hogy itt vizsgálatok előzik meg, azok a szerveknek homológnak kell lenni. Hát az nagyon egyszerű, hogy beküldünk valakit, és majd akkor kap egy új májat. A máj ugyan rendkívül regenerábilis.
A kutya máját, mikor lekötik, egy hónap múlva 50%-át képes pótolni. Itt mégis azt mondom, hogy mikor ilyen későn derül ki a mérgezés tünete, hát majdhogy nem eső után köpönyek. És ezek az esetek menthetetlenek. Persze, hogy felsorolják, hogy szedni kell, lehet 5-10 millió egység penicillint is adni, amely hát ugye tudjuk, hogy bomlatlan formában, tubuláris exkrécióval örül, stb. A parenhimás szervek közül a vesét talán kivédi. Aztán azt is tudjuk, hogy más anyagokat is ajánlanak, mint a szilibin, a tioktánsavat. A szilibinről is ma már tudjuk, sajnos nem antidótuma, nincs bizonyítva. Magyarul nem lehet az ilyen betegeket megmenteni, aki későn kerül, hát orvos kezei közé. És itt elaltatja az embert ez a késői tüneti megjelenés, a súlyos gasztrointesztinális tünetek. Most azért, hogy egy csokorba szedjem, még megemlítem itt a muszkanin típusú, tehát a susulykák, a mezei barlagi fehér törcsélgombáknak a mérgezését, amelyek muszkanin típusúak. Ezt mi szakmailag úgy mondjuk, hogy olyan jellegű a mérgezés, mintha egy paraszimpatikotónia jelenne meg, tehát annak a tünetei, ugye ennyit azért élettamból tudni kell, hogy van szimpatikus, paraszimpatikus, ez a akaratuktól függetlenül élettani folyamatok idegi szabályozása, éjszaka paraszimpatikus van, nem ez az érdekes most, hanem az, hogy a muszkarin típusú anyagoknál mit észlelhet a gombamérgezet? Ha megnézi a pupillát, tű, szinte nincs pupillája, mint egy gombos tűfelnyi. Bradikardia van, lassú a szív működés, nyálfolyás van, és perisztaltik van, itt óriási folyadékvesztés van. Ezeknél az eseteknél viszonylag 30 perc, 1-2 órán belül jelentkeznek a tünetek, ha időben észrevesszük, igenis itt van értelme a beavatkozásnak, és van antidótuma is, ez az atropin, ezt adják a kórházba, szinte gyenge atropin mérgezésbe tartjuk a beteget. Az más kérdés, hogy vannak anyagok, például a kolineszterázbenító permetezőszerek, amik ugyanilyen tünetekkel járnak, és összeszámoltam, több mint 30 ilyen anyag van, amely ugyanezt a tünetet produkálja. De nem érdekes, a kezelés szempontjából ugyanazt az atropin kúrát kell folytatni, és vigyázni kell, 2 napon, 3 napon is nem szabad a beteget magára hagyni, mert utána ugyanúgy mobilizálódhat a méreg, és jelentkezhetek a tünetek. Tehát ezek a muszkarin típusú mérgezések a susulykáknál. Pontosan ennek az ellentéte jelenik meg, mikor szimpatikus hatás jelenik meg a légyülő galócánál, amely a muszcimol vagy ibotinsav tartalmú toxikus anyagai miatt majdhogy nem antikoliner, nehogy majdhogy antikoliner hatásúak. Ez azt jelenti, hogy pontosan az ellenkező tünetét észleli a gombázó, ha észleli heves szívdobogás, szájszárasság, a pupillát, ha megnézik, ez a legjobb diagnózis, mikor megnézik, akkor ugye tág pupilla van. Az előzőeknél ugye láttuk, hogy pontosan miózis volt, itt midriázis van. Tehát vannak tünetek, amivel fel lehet ismerni. Pont most lesz a légyülő galócának a szezonja, mert az mindig augusztus és szeptemberben jelentkezik, tehát őszi gombának nevezzük mi, ha egyetértesz velem. És ezt is én egyszer nem tudom megérteni, hogy hogy lehet ilyen mérgezést összeszedni, mikor olyan gyönyörű, pöttyös kinézete van, hát persze nem várják meg, még kifejlődik a kalapja, ugye, és hát összetéreztik esetleg valami más gombával, de tagadhatatlan tény, hogy itt is a szupportív kezelés, ami a megoldás, itt is van antidótum, ez a fizosztigmin. Ez a fizosztigmin nekem azért nagyon érdekes, mert nem, 2 sökször dupla adagban 4 mg-ot is beadnak. Láttam egy esetet, mikor egy nagyon részeg embert komatózus állapotba behoztak, és ezzel a fizosztigminnel teljesen feltisztult az agya, és el tudta mondani, hogy mi történt. Tehát differenciált diagnosztikus jelleggel is el lehet dönteni, most alkoholmérgezésről, vagy egy toxikus gombamérgezésről van-e szó, de ezzel is számolni kell. És pontosan az ellenkező, mint a muszkarin típusú mérgezéseknél, és talán még, ha szabad itt elmondani a kerti és gyapjas tintagombákat, állítólag, hát a szakirodalomban van ilyen jellegű mérgezés is, a koprin-szerű anyagoknak a
egyezése, amely olyan, mint mikor diszulfidámot szed valaki, aki az antetilt ismeri, az alkoholistáknak adják, amely az alkohol metabolizmusába avatkozik be, nem engedi lebomlani, illetve megállítja az acetaldehid szinten, és szinte egy acetaldehid mérgezésbe szenved a beteg. Ez a kipirulástól kezdve a hőrohamokig is, hát mondjuk triviálisan úgy érzi magát, mint kutya a kútba, és ennek nagyon érdekes hatása, hogy még 2-3 napunkra is jelentkezik a betege, mikor már a mérgezésre régen túlestünk. Na de ezek már nem halálos esetek. Itt is a látencia idő fél óra, 2 óra között van, de van ilyen, és ezeket a tintagomba mérgezéseknél is köldökvér nincs antidótum, a szubportív kezelés. Hát oda kell figyelni a folyadékpótlás, a vérkeringés, tehát a vérnyomás, és a többi. És talán még a gastrointestinális mérgezéseknél ide több gombafajt is be lehetne sorolni, amely hány inger, hányán sasmenés, szóval megállapodhatunk abba, hogy a szupportív kezelésre oda kell figyelni, és ehhez nem kell több száz kilométert utazgattatni a beteget, hogy ezeket a kezeléseket megkapja, és időben lehet segíteni rajta. Mikor már nagy baj van, mint az előbb említettem, rendszerint nincs segítség. Köszönöm szépen a nagyon kimerítő és valóban azt hiszem, hogy megdöbbentő adatokat, hiszen az következő kis részebben mutatja, hogy mennyire veszélyes mindaz, hogyha a gombamérgezéssel találkozunk, hiszen Nagybozsoki József főorvos úr olyan adatokat és példákat hozott ide nekünk, amit itt a stúdió beszélgetés előtt is elkezdtünk boncolgatni, amelyek valóban bebizonyítják azt, hogy mennyire fontos az, hogy van egy ilyen műsor és van egy ilyen egyesület itt a környéken, aki felhívja a figyelmet arra, hogy vigyázni kell, ha gombákra gondolunk. Hát, ha szabad, akkor először is köszönetet kell mondani ezért a törekvésért a egyesületnek, mert hihetetlen nagy dolog, hogy valaki veszi a fáradtságot és megtanítja, vagy megpróbálja megtanítani az embereket, hogy mit érdemes és mit nem szabad megenni. Nagyon szépen mondta gyógyszerész úr és főgyógyszerész úr, hogy a dolgot nem veszük elég komolyan. Tudnék, egy gomba van, amelyik nem véletlen kapta a gyilkos nevet, a gyilkos galóca. Ez az a ellenség, amelyik 3 nagyon kemény toxint, 4-et is talán még tartalmaz az okto és a heptotoxinok mellett. A faludin mellett van neki egy olyan toxinja, amelyik elsősorban a májsejteket teszi tönkre. Már utalt rá bűnszerűen úr, hogy ezek rendkívül képes a máj újraképződni. Látjuk a súlyos alkoholos elfogyolásokat, elváltozásokat, de itt ezzel a vérgezéssel kapcsolatban ez maradandó. Szóval az a nagyon nehéz dolog, hogy mindent megteszünk, hogy megmentsük a beteget. A későn történő jelentkezés következtében már felszívódnak ezek a toxinok, és a hatás az a májsejteknek a finomabb rendszerét teszi tönkre. A enyhébb formáknál, ahol kevés toxin jut be, ott csak egy ilyen zavaros duzzadás, egy parenhimás degeneráció jön létre később, hogyha ez nagyobb toxin mennyiséget kapott az illető, vagy vett magáért, meg nyilván akkor ez súlyosabb lesz. És az a nehéz dolog, hogy minden sejtet érint. Tehát amikor egy májsejt elpusztul, a helyére, abba a ezüsttel impregnálható vázba, a másik sejtet be tud egy pillanat alatt költözni, és az oszlás évén pótlódik a májsejt. De mivel minden májsejt beteg, itt ez a regeneráció, ez a hihetetlen regeneráció, ami a májnál fönnáll, nagyon sok funkciója van, 21 néhány funkció, amit már ismerünk, és még van jó néhány, még nem is ismerünk pontosan.
ezek minden sejtet érintenek, és ezért nem tud regenerálni. Tehát ezért 1-2-3-4 éven belül hepatargiás, máj elégtelenségbe, hepatargiás kómába kerül a beteg, és menthetetlen meg. Két esetben is? Hát számtalan eset van. Itt most csak egyet hoztam el, de hát ha ilyen statisztikát akarunk, akkor ezeket, és az sem egy rossz dolog, már van kis adósság, nagy adósság és statisztika, de azért ebből lehet okulni. Két dologra szeretném nagyon felhívni a figyelmet. Az egyik mindenek előtt az, hogy nagyon kell vigyázni a gyümölcsgalotával, a fehérrel különösen. Rendkívül kellemes, semmi rossz benyomás nem tesz, és hihetetlenül könnyen átejti az embert, illetve ha nem vagyok, a bocskort nem figyelem, akkor biztos, hogy előbb-utóbb kóstol az ember ebbe. Tehát azért kell nagyon odafigyelni, amit a gombászok mondanak, és hát nem véletlen a kőállat és a disztrófiai szolgálatnak is külön gomba szakértői voltak, akik kijártak a piacra és kiválogatták azokat, amik károsak. Tudnék, nagyon komoly következményei vannak, illetve a gyilkos galóca fehér változatának minden körülmények között előbb-utóbb halála vége. Tehát ez a mi a gondot jelenti, és ezért kell fölhívnunk a gombábgyűjtők figyelmét arra, hogy nagyon vigyázzanak, hogy ezzel a komisz gombában semmi körülmények között a konyhában ne találkozzanak, mert a következményei beláthatatlanok. Ha nem kellő mennyiségű a méreg, és mondjuk túl éri valamennyire a váj, és más toxinjai, más változatai a gyilkos galócának, más toxinokkal a vesét teszik nagyon sokszor, hát nagyon erőteljes mehatásnak ki, és akkor jön létre az úgynevezett hepatorenális szindróma, amikor a máj és a vese együtt megy, az gyorsabban végez általában a delikvenssel, mert nyilván a detoxikálás, tehát a méregtelenítés folyamata a vesébe és a májba zajlik, és hogyha ez a két nagyon fontos, életfontos szervünk valamilyen módon károsodik, akkor nagyon komoly gondok vannak. A sajtó egy-egy alkalommal felkapja a gombamérgezéseket, de hát a mi környékünkre mennyire jellemző ez, hogy főorvoson mikor találkozott vele utoljára? Hát múlt évben is volt egy esetünk, egy 4 évvel korábban, 41 éves férfi. Hát azért ne kelljen már egy gombamérgezéssel meghalni. Tehát ez egy, és ehhez hasonlók szintén találatok, van amikor ugye idősebb korban jutnak véletlenül ehhez a gyilkos szerhez, de a lényeg az, hogy több évet túlélt a beteg, és hát nyilván a máj előbb-utóbb megremegy. Az újraképződésnek a kényszere, a karcinogenezisnek, a mutagenezis és a karcinogenezis révén a tumor, tehát a májráknak a kialakulását is hihetetlen mértékben segíti. Azt gondolom, hogy ilyenkor felértékelődik egy-egy ilyen beszélgetésnél. Most már nevezhetjük azt a missziónak, vagy azt a munkának, amit az Zempléni Gombász Egyesület hangsúlyozom felvállal. Most már csak az a kérdés, hogy a szeptemberi gombakiállításon lesz-e ilyen gomba kiállítva elrettentő példának, és hogy hát általában mi történt az elmúlt hónapokban, ami kimaradt az Zempléni Gombász Egyesülettel? Nyári kihagyásunknak egyik oka volt az, hogy a szárazság nem tette lehetővé azt, hogy igazán gombát gyűjtessünk. Viszont a mostani jelentkezésünknek az időzítése azt sugallja, hogy jön az ősz, és azért várható, hogy megjelennek a gombák. És hát nyilván az ehető és finom ízletes gombák között megjelennek a mérgező gombák is. És a galócák, közülük is a gyilkos galóca, úgy gondolom, hogy kiemelt figyelmet élvez minden esetben, ezért nekünk szárított példányai vannak eltéve, tehát hogyha nem tudnánk a kiállításra friss példányt vinni, azért még szárított példányát oda tesszük, és a tanuló ifjúság szemmel is láthatja, hogy miért ennyire népszerű, idézőjelben mondom ezt a népszerűséget a gombázók között, azért mert tetszetős, szimpatikus, megvan mindene.
Tehát ez nem egy olyan gomba, ami ilyen kicsit göcsörtös, de ez egy klasszikus gomba, van kalapja, gallérja, bocskora, szép erőteljes növekedése van, a színei élénkek, a nemzetségen belül vannak színpompás gombák, amelyek közül lehető is, de most inkább nem kavarjuk be a tévénézőknek ilyen figyelmét. Az, hogy a légyűrő galóca, hát az óvodásoknak igazán klasszikusan mit rajzolhatna más, mint egy piros kalapot és ráfedett pöttyöket. Mesegomba szokták mondani, tehát így nőnek föl generációk, hogy milyen szimpatikus kis aranyos gombácska. Hát közben egészen más szerepe van a rangsoron belül. Ezt tudatosítani kell. A legnagyobb ellenségünk, én azt mondom, hogy a tudatlanság. Tehát amikor az emberek úgy szednek gombát, hogy azt se tudja, mit szed, de már eszi, fogyasztja. Mindenféle ismeretterjesztés arról indul, azzal indul, meg néha azzal is záródik, hogyha a gombát gyűjtött valaki, és nem biztos benne. A biztos tudás egyébként jó pap voltig tanul, mi akik ezzel elkezdtünk foglalkozni egyesületi szinten belül, most látjuk, hogy mennyire bonyolult és mennyire összetett világ ez. Most, hogy betekintést nyerünk a gombák világába, látjuk, hogy mennyi ismeretlen gomba van, és ezek közül mennyi a veszélyes. Most föl kellene sorolni, valószínűleg a műsoridő kevés is lenne arra, hogy az összes mérgező gombát felsoroljuk. Most mi csak kiemeltük a gyilkos galócát. Tehát a legfontosabb a tudatosítás az, hogy gombát addig el ne fogyasszon senki, amíg az bennem azonosította. Ki azonosított be? Az, aki erre szakképzettséget szerzett, minimum egy gomba szakértő, akivel találkozhat piacon, vagy a helyzetben megkeresett. Hogy mi történt nyáron ebben a nagy szárazságban? Azért érdekes módon tudtunk gombakiállítást is prezentálni. Most nem a múzeum keretein belül, hanem úgymond ilyen mobil kiállítást hoztunk össze. Ennek egyik helyszíne volt a vadételfőzőverseny, ahol úgy gondolom, hogy a vadételek mellett most oda sereglet érdeklődők nem csak kulturális programokkal tölthették még el a szabadidejüket, hanem gombakiállítást is meg tudtak nézni. A sátornál elég nagy figyelem volt megfigyelhető. Bozsvai gombanapokat szerveztünk, ez most a második alkalom volt, hogy összejött ott is gombakiállítással, kedveskedtünk a megjelenteknek, és az az igazság, hogy neves előadókat is sikerült megszólaltatnunk. Itt van előttem két könyv is, amelynek szerzői jelenlétükkel tiszteltek meg bennünket, és a bozsvai napokon előadást tartottak, és a begyűjtött gombákat, mert azért találtunk, azonosították. Pályázatainkkal kapcsolatban dolgoztunk, még tavalyi nyertes pályázati elszámolásunk született meg. Volt egy tévéműsor, egy híradás arról, hogy született egy Longyerdő gombái kiadványunk, tablónk készült, prezentációnk készült, ez a környezetvédelmi minisztérium irányába elküldésre került, illetve nyertes pályázataink már erre az évre visszajöttek. És ennek egyik apropója lesz majd az, hogy az őszi gomba kiállítások, mert több eszembe beszélek, mivel terveink szerint nem csak Sátoraljóhelyben, hanem Sárospatakon is elvinnénk a gombát a érdeklődő közelébe. Iskolákat céloztunk meg, egész pontosan arra gondolunk, hogy ha nem tud minden iskola eljön a kiállításra, mi elmegyünk. És amikor az iskoláknak megfelelő időpontja van, mi ott megjelenünk, és az előadással, illetve az egyéb prezentációs anyagokkal az ismeret terjesztésben továbbra is megpróbáljuk kivenni a részünket. Én úgy gondolom, a mai adás eléggé figyelemfelhívó arra nézvés, hogy két ilyen a városban nagy tiszteletnek örvendő szaktekintéllyel az oldalamon beszélek ezekről a témákról, tehát jelezheti a tévénézőknek, az érdeklődőknek, hogy igenis nagyon komoly témában nyúlunk bele, és azért, mert szárazság volt nyáron, ősszel még lesz gomba felhozatal, és igenis felelőssége mindenkinek, hogyha valami tudatlan embert lát erdőben, konyha közelében, figyelmeztessük, hogy megnézte valaki, látta valaki, meggyőződött-e róla, hogy ez fogyasztható-e vagy sem. És néhány képet látunk itt a sárga géva gombáról, még annyit talán, hogy ez a gomba, ez még megtalálható volt a nagy szárazságban is itt. Így van. Ezt azért hoztam el, ezeket a képeket, ez egy sorozat, amely mutatja, hogy ez a gomba hogyan fejlődik és hogyan öregszik el. Érdekes módon az elmúlt hetekben több helyszínen felütötte a fejét ez a gomba, tehát a nagy szárazságban belül is lehet finom ízletes gombát gyűjteni. Nekem a sztorim ezzel kapcsolatban az, hogy édesanyjának egy alkalmazása,